Sziasztok kutyások, ez itt a Pórász következő adása. Az előző adásokban a segítő kutyákról beszéltünk, és még mindig ezt a sorozatot folytatjuk. Ma a terápiás kutyákról lesz szó. Mai vendégünk Kovács Célják Helga, a NEO Magyar Segítő Kutyás Közhasznú Egyesület munkatársa. Köszöntelek nagy szeretettel! Sziasztok! Az előző adásban sokat beszéltünk a segítő kutyákról, de kimaradt pár fontos terület, amik érdekesek lehetnek. Szeretnénk erről egy pár szót, hogyha mondanál nekünk. Az egyik a rohamjelző kutyák munkája. Hogyan és milyen embereknek segítenek ők? A rohamjelző segítő kutyák ugye a rohamszerű állapotokat előidéző betegségeknél tudnak segíteni, mint például az epilepszia. Ezt tudják jelezni esetleg már előre a gazdáiknak, hogy közeledik egy kisebb vagy nagyobb roham. A gazda erre fel tud készülni olyan szinten, hogy tud szólni esetleg a környezetében lévő embereknek, le tud feküdni a földre, nem lesz sérülés mondjuk egy roham következtében, vagy ide soroljuk még a vércukorszint jelző kutyákat, illetve ide soroljuk még azokat a jelző kutyákat, akik ételallergiában szenvedőknek segítenek, mert a kiképzési folyamat elég hasonló, tehát ott is a kutyák szaglására vagyunk utalva, tehát például a glutén kiszagoló kutyákat. És van egy olyan is, hogy személyi segítő kutya. Ez egy elég tág fogalom, nagyjából ide soroljuk azokat a kutyákat, akik autizmus spektrum zavarral élő emberek mellett élnek, vagy bármilyen ilyen hasonló problémával küzdenek esetleg, magatartás problémás gyerekek mellett nyújtanak segítséget, ADHD-s, Asperger-szindrómával élőknek. Úgyhogy ez viszonylag tág fogalom, úgyhogy itt nehéz bármi konkrétumot mondanom. De most viszont egy picit más területre megyünk, és ez a terápiás segítőkutyák világa. Mitől más egy terápiás segítőkutya, mint mondjuk egy személyi segítő, vagy egy mozgássérült segítő? Ugye a segítőkutyák azok a saját gazdáiknak segítenek, velük élik a mindennapjaikat. A terápiás segítőkutyák is a gazdáikkal élik a mindennapjaikat, de együtt mennek másoknak segíteni. Ezt lehet talán így a legjobban kiemelni, és ebből látszik a legnagyobb különbség. Tehát az ő gazdáik legtöbb esetben nem fogyatékkal élő személyek, de van olyan fogyatékkal élő személy, aki a saját segítőkutyáját kiképzi terápiás kutyának is. És kiből lehet terápiás kutya? Milyen adottságok kellenek hozzá? Hát igazából bármilyen kutyából lehet terápiás kutya, aki teljesíti a két körös vizsgarendszert. Alapvetően azért egy agresszív, emberekkel agresszív, vagy emberektől pánikszerűen félő kutyára azt szoktuk mondani, hogy azért nem javasoljuk, vagy hogyha a saját fajtatásaival sem tud teljes mértékig kijönni, vagy egy túlságosan hiperaktív kutya sem feltétlenül jó erre a munkára, de a nagyon-nagyon nyugodt, játszani nem szerető, inkább csak otthon feküdni, unyadni szerető kutyák sem ezek a típusok. Tehát ez egy hosszabb kiválasztást igényel. Mikor kezdődik az ő tanításuk? Hány éves korban? Azt mondani, hogy maga a vizsga az ugye előírásszerűen egy éves kortól lehetséges, De jó, hogyha már kölyök korban, ha tudjuk, hogy erre készülünk, akkor erre tudatosan készüljük a kutyával, úgy szocializáljuk, olyan helyekre visszük, minél nagyobb inger környezetbe, BKV-n, azokba a bevásárlóközpontokba, amik kutyabarátak, elvisszük, hogy minél több emberrel, minél több ingerrel találkozzon a kutya. Idősebb kutyák is képezhetők, vagy csak kimondottan kölykök? Minden kutya képezhető, azért van egy korosztályi határ, amin én azt szoktam mondani, hogy nem biztos, hogy érdemes belekezdeni. Nálunk ez ilyen 8 év körül van, tehát meg tudja tanulni a kutya, le tud vizsgázni, hogyha olyan a habitusa, csak azt szoktuk mondani, hogy ez már a kutyának nem biztos, hogy annyira jó, hogyha ő eddig ezt nem csinálta. És hogy kerülnek a képzésbe?
E-mailen szoktak hozzánk jelentkezni legtöbb esetben, vagy Facebookos megkereséssel. A gazdák, hogy szeretnének a kutyáikból terápiás segítő kutyát képeztetni. Nálunk van egy önkéntesi rendszer, egy fél éves ismerkedési időszak. El tudnak jönni hozzánk önkénteskedni, meg tudják nézni, hogy tetszik-e az a kiképzési módszer, ahogy mi dolgozunk, és hogyha mindkét fél számára ez pozitívan zárul ez a fél év, akkor elkezdünk foglalkozni, és elkezdenek járni hozzánk a felkészítő tanfolyamra. Tehát akkor a gazdikat is képzitek, de valójában melyik vizsgázik, a kutya vagy a gazdi? Együtt vizsgáznak, mind a két vizsgán együttesen figyelik a vizsgabiztosok, a kutyák és a gazdáik munkáját. Tehát, hogy ők egy közös képet, mármint a vizsgabiztosok egy közös képet fognak alkotni a páros munkájáról. És volt már olyan, hogy kiderült akár menet közben, akár a vizsga után, hogy mégsem alkalmas a kutya erre a feladatra? Előfordulhat, igen, de általában azért mire oda jutunk, hogy vizsga van, azért addigra kiderül, hogyha valamelyikük mégsem alkalmas erre a munkára. Előzetesen beszélgettünk ugye telefonon egymással, és szóba került, hogy nagyon komoly egészségügyi feltételeknek kell megfelelni a kutyának is. Igen, a vizsga teljesítése mellett tudni kell, hogy a terápiás kutyákat, azokat havonta kell mindenképpen külső-belső éréskörök ellen kezelni, illetve évente egészségügyi szűrésen kell részt venniük, ami áll egyfajta parazitológiai és egy bakteriológiai vizsgálatból, amit néznek az általános betegségekre, amik ember és állat között terjednek. És ez hogy van, hogy egyszer levizsgázik, és akkor örök életére dolgozhat, vagy ezt meg kell újítani, ezeket a vizsgákat? A terápiás kutyáknál 2 évre szól a tanúsítványuk, és hogyha ebben a 2 évben dolgoznak, és ezt igazolja az intézmény, ahol ők dolgoztak, akkor automatikusan megújul, tehát be kell adni természetesen, de megújítják a vizsgájukat, így nem kell újra vizsgázni. Hogyha nem tudják igazolni a munkát, akkor újra kell vizsgázni a párosnak. Tehát nem lehet akármelyik kutyára ráfogni, hogy terápiás kutya. Hiába tenném rá mondjuk akár a keresztet, akár bármilyen hámot, tehát attól az még nem lesz terápiás kutya. Nem, egy fényképes igazolványt kapnak a vizsgakor, ami rajta van a gazda és a kutya fotója is, és ez igazolja igazából, hogy ő ténylegesen, de ez igaz a segítő kutyákra is, hogy ő ténylegesen terápiás kutya. És úgy tudom, hogy elég komoly jogszabályok szabályozzák azt, hogy hova mehet be egyáltalán akár a terápiás kutya is, illetve milyen feltételekkel lehet valaki terápiás kutya. Így van, jogszabály szabályozza a vizsgarendszert is, illetve az egészségügyi előírásokat is, és azt, hogy ezekkel a segítő kutyákkal akár kórházakba, tanintézményekbe, iskolákba, idős otthonokba be lehet menni, és ott lehet foglalkozásokat tartani, illetve ugye az is szabályozva van, hogy a tömegközlekedési eszközökön MÁV, BKV, volán, busz, ingyenesen szájkosár nélkül lehessen utazni. Aha, ez. Gazdájukkal dolgoznak, igen. Olyan lehet esetlegesen, hogy családon belül a gazda esetleg mondjuk nálunk van pont ilyen, hogy a papíron a kutya a férjé, de a feleség dolgozik a kutyával, meg ő vizsgázott levele. De ez olyan, mint hogy papíron másé a kutya, de igazából családon belül marad. De igen, a gazdájukkal dolgoznak. És a terápiás kutyák gazdáit úgy tudom, hogy egy picit máshogy is képzik, mint a mondjuk a segítő kutyák gazdáit. De te hogy látod, melyik a nehezebb? Kutyának lenni ebbe az esetben, vagy inkább gazdinak? Talán sokszor a gazdának, mert a gazda érzi a nyomást, hogy mi van. A kutya nem érzi a nyomást, hogy csak azt érzi, hogy a gazda valamilyen rizikó mondjuk egy vizsgán, de magát a nyomást, azt, hogy miről szól az egész, azt, hogy mindig a gazda érzi, a kutya csak ott van és csinálja együtt a gazdával, amit a gazda szeretne. Úgyhogy így talán a gazdáknak nehezebb. És a vizsgán? Melyik teljesít jobban, a gazda vagy a kutya? Minden vizsga a gazdán múlik, vagy ha nem sikerül, akkor is.
Sokat járok vizsgáztatni, és azt látom, hogy legtöbb esetben azért nem sikerül egy-egy vizsga, mert ott felvezetői probléma van. Beszélj egy picit arról, te hogy lettél terápiás kutyakiképző, és mióta csinálod? Magát a terápiázást elkezdtem az első, most már idős kutyámmal, a képzését most már szerintem olyan 10 évvel ezelőtt, és rá másfél-két évre vizsgázott tőle. Most már 13 éves. És nagyjából vele együtt elkezdtem a kiképzői képzést is, és onnantól kezdve képzek kutyákat, és az elmúlt 10 évben a habilitációs kutyakiképzői tanúsítvány mellett megszereztem mind a három segítő kutya kiképzői tanúsítványt, tehát mindenféle segítő kutya típust képezhetek jelenleg, és közben lett egy óriás úszkárom is, vele is levizsgáztam, és így folyamatában azóta most már jó pár éve mindkettőjükkel járok terápiázni, és mellette képzem mind a terápiás kutyákat, mind segítő kutyákat. Picit beszéljünk az Egyesület munkájáról, mert a kiképzés mellett én úgy tudom, hogy másmilyen tevékenységet is végeztek. Ugye Ricsi beszélt nekünk egy picit arról, hogy jártok különböző helyekre, érzékenyítő tréningekre, de ugye a terápiás kutyák egy picit máshogy dolgoznak, mint a segítők, ezt is elmondta. Ebből kifolyólag gondolom másmilyen munkát is végeznek, úgy gondolom, hogy csapatépítőt, hasonlót. Ilyen helyekre is jártok? Igen, én járok kutyáimmal csapatépítő tréningeket is tartani, kommunikációs tréningeket, vezetőképzéseket, ezekben is részt szoktunk venni. Ez egy kicsit más terület, mint a gyerekekhez, vagy kórházakba, vagy gyerekotthonba való munka. Ez is nagyon érdekes és izgalmasága a kutyázásnak. Nagyon, én azt látom ezeken a tréningeken, hogy nagyon-nagyon sokat tudunk tanulni a kutyáinktól, a kutyáktól, a kutyáink által, magunkról, a munkatársainkról, hogy hogyan tudjuk a mindennapjainkat gördülékenyebbé tenni egy csapatban a munka során. Hogyha valaki szeretne részt venni egy ilyen képzésen, szeretné a saját kutyáját bevonni ebbe a programba, akkor az milyen időközönként indul nálatok, vagy hogy működik ez? Gondolom, honlapra kiírjátok, lehet rá jelentkezni, de hogy bárki jelentkezhet, vagy hogy működik ez? Bárki jelentkezhet, próbálunk azért ilyen fél évente, ugye már mondtam, hogy fél éves az az önkénteskedési időszak, fél évente elindítani egy temperamentum felkészítő tanfolyamot. Ugye szoktunk szervezni a jelentkezők között egy ilyen, úgymond, hogy megnézzük a kutyákat, hogy hol tartanak, egyáltalán érdemesebb belekezdeniük, egy ilyen közös megnézést, hogy tudjunk beszélgetni. Általában e-mailben tudnak megkeresni minket. Ugye most itt sajnos az elmúlt 2 évben a Covid miatt kicsit így borultak a rendszerek, úgyhogy mi is most próbáljuk a rendszereinket visszaállítani a rendes kerékvágásba. Hol vagytok egyébként helyileg? Hol tartjátok ezeket a tanfolyamokat? Jelenleg sajnos nincsen még állandó telephelyünk. Vendégként Budakeszin egy kutyaiskolába tudjuk tartani a temperamentum felkészítő tanfolyamainkat. És hol lehet érdeklődni? Hol találhatnak meg titeket? Facebookon is fönt van az Egyesület, ott is lehet írni, illetve a segítőkutya.net a honlapunk, és ott is minden elérhetőségünk fent van. Én most javaslom, keressetek akkor ti is rá az interneten, mert nagyon sok fontos és hasznos információ van fönt. Aki szeretne a kutyájával ilyenfajta tevékenységet végezni, az mérje föl, hogy egyáltalán képes-e ő maga erre a feladatra. Utána nézze meg, hogy a kutyája képes-e rá. Utána jelentkezzen, és ott majd minden kiderül. Nagyon szépen köszönöm Kovács Szirák Helgának, hogy itt volt velünk, és bemutatta a segítő kutyák világát. Üdvözöljük Mázlit a képen. Nektek pedig köszönöm, hogy néztetek minket. Nézzetek legközelebb is, mert újabb fontos témával jövünk. Sziasztok!